Az Emplén Televízió kulturális magazin műsorát a Mecénást látják. Munkatársaim nevében is köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Kormányhatározatok révén 7 új tagintézménnyel gyarapodott a Magyar Nemzeti Múzeum vidéki hálózata. Az új csatlakozó intézmények között találjuk a Nyírbátori Múzeumot. Dr. Szabó Sarolta, a Nyírbátori Bátori István Múzeum vezetője az intézmény történetével, tevékenységével, állandó és időszaki kiállításával ismertette meg az érdeklődőket a Rákóczi Múzeum ezévi ismeretterjesztő sorozatában, melynek központi témái a múzeumok. Folytatódott a Sárospataki Rákóczi várban a tavalyi ismeretterjesztő előadás sorozat. Míg 2012-ben a híres sárospatakiakat ismerhettük meg, idén a Magyar Nemzeti Múzeum vidéki múzeum hálózatának tagjai mutatkoztak be. Elsőként a Nyírbátori Bátori István Múzeum, mely dr. Szalontai Barnabás tudományos kutató szervező munkájával jött létre 1955-ben. A gazdag helytörténeti, néprajzi, képző és iparművészeti gyűjteménnyel rendelkező múzeumban jelentős reneszánsz alkotásokat és a kismesterségek fontos tárgyait is őrzik. Több mint 23.000 régészeti, 1700 numizmatikai, 8.000 néprajzi, 2.000 képző és iparművészeti tárgyból álló gyűjteménynek az egykori Minorita kolostor ad otthont. Az anyag legértékesebb tárgyai között a hazai reneszánsz művészet egyik legszebb alkotását, az 1511-ben készült stallumot is láthatják a látogatók. Itt található továbbá a reneszánsz stílusú Bátori címerkő, Bethlen Gábor díszszabjája és Bátori Gábor díszkardja. A Nyírbátor évszázadai című állandó kiállítás átfogó képet ad a település múltjáról. Bemutatja a városhoz sokszállal kötődő Bátori család tevékenységét, a fejlett kereskedelemmel és céhes iparral rendelkező község 18-19. Századi történetét, valamint a 19. századra kialakult mezővárosi parasztpolgárság életének tárgyait és dokumentumait. Az intézmény vezetője dr. Szabó Sarolta előadásában végigkísérte az intézmény történetét az indulástól napjainkig. A Bátor István Múzeumnak alapvetően történeti témájú állandó kiállítása van, hiszen Nyírbátor egy történelmi kisváros, és a Bátori család volt az, amelyik a települést a középkorban egy mezővárossá fejlesztette föl, és a település ezt a hagyományt a mai napig őrzi. És az állandó kiállításunknak az a címe, hogy Nyírbátor évszázadai, és tulajdonképpen ez a 13. századtól, amikor a Bátori család megjelent Nyírbátorban, követi végig a település történetét egészen a 20. század elejéig. És ezen kívül van még egy állandó kiállításunk, amelynek az a címe, hogy Határvédelem, határőrizet, ez pedig a nyírbátori határőrségnek a történetét mutatja be. A közelmúltban változott a múzeumnak a fenntartója. Ez milyen hatással van az intézményben folyó szakmai munkára? A Bátor István Múzeum a tavalyi év végéig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei múzeumi szervezet egy tagintézménye volt, és január 1-től pedig ez az intézmény a Nemzeti Múzeum fenntartásába került, tehát állami fenntartásba került. Ez szakmailag azt gondolom, hogy az eddigi szakmai tevékenységünket erősíti, és még ez nagyon új ez a helyzet számunkra, és én nagyon bízom abban, hisz arra mutatnak az eddigi jelek és információk, hogy szakmailag továbbra is megfelelő szinten is jól fog működni a múzeum. Ezek szerint a múzeum látogatói akkor nem feltétlenül érzékelik ezt a fajta változást, a fenntartó váltást? Én azt gondolom, hogy nem fogják érzékelni ezt a fenntartó váltást, hiszen a múzeumnak a szakmai működése, a közművelődési múzeumpedagógiai tevékenysége, az időszaki kiállításai, azok ugyanolyan színvonalon és ugyanolyan módon továbbra is megvalósulnak, mint ahogy azt a korábbi években is megtettük ezeket és megrendeltük. Ezeket a rendezvényeket. Alapvetően manapság megfigyelhet, hogy a múzeumok is
változtatnak, illetve nyitnak a profiljukon, egyre több képzéssel kapcsolatos rendezvényt szerveznek, és az önök intézményében is nemrégiben múzeumpedagógiai rendezvény került megrendezésre. Mit gondol arról, hogy a kultúra és ezek az informális tanulási lehetőségeknek az összekapcsolódása, ez esetleg növelheti a látogatottságot? A Bátor István Múzeumban már hagyománya van annak, hogy múzeumpedagógiai foglalkozásokat, illetve nem csak az ifjúsági korosztály számára, hanem idősebbek számára is szervezünk, tartunk rendezvényeket, és én abszolút azt gondolom, hogy a múzeumoknak nyitni kell ebben az irányban is, mert a múzeum az egy nem egy zárt intézmény, ahol csak kutatás folyik, hanem az ott a kutatók által elért eredményeket egy kicsit, ha szabad így fogalmazni, közzé kell tenni, vagyis közelebb vinni a látogatóink, az érdeklődők felé, és ez egyik módja lehet ez ennek, hogy múzeumpedagógiai szakmai képzést tartunk a részben azok számára, akik múzeumpedagógiával foglalkoznak a múzeumokban, részben pedig a pedagógusok számára is, hogy befogadóbbá, nyitottabbá váljanak arra, és ismerjék azokat a lehetőségeket, amelyeket a múzeumok tudnak annak érdekében kínálni, hogy a saját napi oktatási tevékenységükbe ezeket az ismereteket is be tudják vonni. A múzeumi rendszer átszervezésével a Nyírbátori Intézmény a Rákóczi Múzeum szakmai irányítása alá kerül. A Magyar Nemzeti Múzeum tagintézményeként megvalósulhat az épület felújítása és új állandó kiállítás létrehozása. A Vajai és a Nyírbátori Intézmény a Sárospataki Intézményhez kapcsolódó tagintézmény, és mi segítjük eznek a két intézménynek a beintegrálódását a Magyar Nemzeti Múzeumba. Tulajdonképpen általunk kapcsolódik ez a két kisebb intézmény a nagy anyaintézménybe, a Magyar Nemzeti Múzeumba. A jövőben milyen együttműködési lehetőségek rejlenek a két kulturális intézmény között? Hát tulajdonképpen mi vagyunk hivatottak az ő munkájukat segíteni, mint anyaintézmény, illetve hát gondolom én, hogy a néprajzi kutatások terén lesznek majd lehetőségek, hiszen ott a múzeum igazgatója néprajzos kolléganő, és nálunk is van néprajzos, és ez a térség, ez tulajdonképpen összeér az a kutatott terület, ahová a mi intézményünknek a kutatási területe kiterjed, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg irányába az ő kutatási területük, és konferenciák területén lehetnek együttműködések. Ez tulajdonképpen ebben az évben fog majd kialakulni. Itt most Sárospatakon ezen az előadáson mivel ismerkedhetnek meg a résztvevők? Tamás Edit igazgatónőtől azt a kérést kaptam, hogy mutasson be a Bátor István Múzeumot. Én arra törekszem, hogy ennek az előadásnak a keretében bemutassam a múzeumnak a működését, milyen kiállításai vannak, milyen szakmai munka folyik a múzeumban, milyen közművelődési múzeum pedagógiai tevékenység folyik benne, és hát remélem, hogy majd ebből az előadásból ez kiderül, és abban is reménykedem, hogy hát ha kedvet kapnak a hallgatók közül néhányan, és a nyári időszakban ellátogatnak esetleg Nyírbátorban, hiszen nem csak a múzeumot érdemes megnézni, hanem olyan műemlékei is vannak a városnak, amelyek a magyarországi művészettörténetben is jelentősek, mint például a késő gótikus templom, illetve pont a múzeum szomszédságában található Minolita templom, amelynek nagyon híresek a fából készült oltárai. A sorozat további előadásain más tagintézmények is bemutatkoznak majd. Megismerhetik az érdeklődők az Esztergomi Balassa Bálint Múzeumot, a Vai Ádám Muzeális Gyűjteményt, de a Balassa Gyarmati Palóc Múzeum munkatársai is ellátogatnak majd Sárospatakra.
A Magyar Lét értelme címmel tartott előadást a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Múzeumban Gazda József író, irodalom és műkritikus. Arról beszélt, hogy bár a magyar nemzetet a történelem megpróbálta, mégis értelmet ad a létünknek nyelvünk, gondolkodásunk, akaratunk, tudásunk és kreativitásunk. Gazda József a Kazinczy Társaság meghívására érkezett a városba. Gazda József erdélyi író, etnográfus, a képzőművészet jeles ismerője, 1992-től tiszteletbeli tagja a Kazinczy Társaságnak. Kézdivásárhelyen született, magyar szakos tanári diplomát szerzett, a Kovásznai gimnáziumban tanított és innen vonult nyugdíjba. Irodalom iránti szeretetét édesanyja oltotta belé, néprajzi kutatásait pedig felesége, Orosz Ella textilművész segítette. Hát egy olyan édesanyám volt, aki író szeretett volna lenni, és az élete úgy kanyarodott, hogy nem lehetett, és ő azt állandóan hangoztatta, hogy bennünk van a reménysége, hogy mi az ő vágyait valóra váltjuk. Három gyereket szült, és valahogy én kicsi iskolás koromban, tehát ő adta tulajdonképpen mindig könyvajándékot hozott a Jézuska nálunk, Jézuska jött, katolikus volt, és úgy mondta. És kezdtem olvasni, és ha nem voltam, hát azért én mindig voltam olyan harmadik, negyedik tanuló az osztályomban, de annál jobb soha nem. Annak az is oka volt, hogy éjszakákban nyúlva mindig csak olvastam. Tehát a leckét azt ott órák előtt gyorsan, mi is van már a félhagyva, és akkor gyorsan átnéztem, és a könyv hihetetlen. Ha mondhatok valamit, hogy valami, ami megszépítette, gazdagabbá tette, többé tette a lelkemet, életemet, mindent, akkor az a művészet, a könyv. Ilyen módon találtam feleségre is, mert mint magyar szakos bolyaista Kolozsvárról bekérezkedtem a képzőművészeti főiskola művészettörténeti előadásaira, akkor, hogy műtermekbe járhassak, jártunk, és akkor ott ismerkedtem meg a leendő feleségemmel. Mi olyan megszállott művészet szerető fiatalok voltunk, és feleségem egy fantasztikus nagy életművet, 20 éve halt meg szegény, de én szerintem egy, nem kimerem mondani, csak még nem, de úgy pedzi a köztudat, hogy egy európai rangú, óriási életművet hagyott hátra. Textiles volt fali szőnyegekben, de nem díszítő művészet, hanem filozófikus, egy óriási mondása volt, hogy az egyszerűség döbbenetét szeretném az emberekből kiváltani. Szóval, nos, ez az egész életemet áthatotta, ez a művészet igájában való koncertekre jártunk egyetemista koromban, zenész magyarázta Bartók műveit, úgyhogy egy-egy Bartók művet 3-4 órán keresztül szétszedett, utána egyben meghallgattuk, ezek olyan élményeket adtak, hogy ezeknek a hatása alatt telt el az egész életem. Mikor érezte azt, hogy a kiválasztottak között van, hogy olyan képességet, vagy olyan tehetséget kapott, ami megengedi azt, hogy leírja, elmondja azt, hogy mitől olyan szép és tehetséges nemzet ez a magyar? Én egy feladatot kaptam, de nem mind kiválasztott, hanem mind egy, hát ha ebből az értelemből veszük, hogy valaki kiválasztott erre a teremtő, a jó Isten ezt, és ezt belém tap, tehát a kiválasztottságon nem tehetséget, hanem feladatot érzek én. Ilyen értelemben, tudja a csuda, de valahol azt mindig éreztem, hogy talán soha nem felejtem el azt a magyar órámat, amikor a magyar tanárom
önálló, illetve választható olvasmány volt Móricznak a Boldog embere. És na, mit olvastatok, és akkor én jelentkeztem, hogy mit. És akkor én tartottam egy kis előadást arról a Boldog emberről, hogy az egy milyen fantasztikus munka, hogy tulajdonképp ezt az ellentétet emeltem ki, hogy minden szavával azt mutatja, hogy mennyire boldogtalan élete volt, és mégis azt mondja mindig, hogy akkor még boldog voltam. És ez egy olyan feszültséget vált ki, egy olyan csodálatos. Magyar tanárom azt mondta, hogy ha 20-as lehetne adni, olyan fantasztikusan beszéltél erről a könyvről, hogy azt mondja, hogy úgy beszéltél, hogy ezt ki lehetne nyomtatni, ahogy elmondtad, annyira mélyen elemezted, akkor döbbentett rá, hogy én ezt értem is, érzem is, meg is látom az értelmet ezekben a dolgokban, de ez nem jelenti azt, hogy nem kellett nekem rengeteget küzdenem a stílus gyarlóságaim ellen, tehát amikor írni kell, akkor hihetetlenül sokat küzdöttem, hogy választékosan tudjam kifejezni magamat, de szószoros értelmében volt, hogy abba is hagytam a publikáló írást, hogy ilyen magamnak napló formájában írtam a dolgokat, hogy mert éreztem, hogy nem elég jó a stílusom, úgyhogy tehát én meg kellett küzdjek, mert tényleg egy középszerű képességet kaptam, amit kellett fejleszteni. Bár művészeti íróként kezdte, elcsábította a népi világ. A kovásznai emberek összetartása mutatta meg a feladatát, leírni, rögzíteni mindazt, amit az emberek emlékezete megőrzött. Kisebbségi létben élve megtapasztalta a nyelv nemzet megtartó erejét. Sokfelé hívják az országban, mert gondolatai ébresztőt fújnak. Gazda József, akár Julianus barát vagy Kőrösi Csoma Sándor elindult a nagyvilágba, hogy megkeresse a magyarokat, és megtudja, mit jelent számukra a magyarságuk. 54 országban fordult meg, s gazdag rálátást szerzett a nemzet arculatára, a magyar lét értelmére. A Trianon az szinte azt sugallja, hogy az magyar lét értelmetlen, mert minden erő büntet bennünket, tehát semmi bűnt nem követtünk el, amiért büntetni kell, és mégis, tehát ez nagyobb büntetés annál, mintha tényleg annak ellenére, hogy azért minden írónk, elkezdve Zrínyitől, de már a Siratóének a tatárok rövidített cím, már azok is úgy fogalmaznak, hogy Isten bűneinkért büntet bennünket. Tehát most fordítottam, mert az alébb azt mondtam, hogy megbüntettek. Valójában nem szolgáltunk rá, de ki tudja, tehát ez mind figyelmeztet, hogy lelkileg tisztábbaknak kell lenni, de mindenképp hinnünk kell magunknak, mert ezt az egész története a népünknek bizonyítja, hogy valami rendeltetésünk van. Az utódállamok, az elcsatolt területek magyarjai, akár Rio de Janeiroban, vagy akár Új-Zélandban öntudatosabb magyarok általában, de ezt lehet magyarázni, hogy mi több korbácsütést kaptunk, és ez jobban tudatosította bennünk a magyarságunkat. Tehát ezért kell ezt hangoztatni, hogy egyetlen népnál sem vagyunk alávalóbbak, Zrínyi szavával. Kaptunk a Teremtőtől egy átlag fölötti képességet, ami megmutatkozik a munkánkban, megmutatkozik egy bizonyos fajta teremtő képességünkben, megmutatkozik a helytállásunkban, megmutatkozik abban is, hogy a
küzdeni tudunk, harcolni tudunk a jobbért, és példát is tudtunk az évszázadokon keresztül adni, hogy ha kell a vérünkkel, százszorta inkább éltedet tagad meg, mint magad. Tehát ezek bennünk vannak, és példát tudunk mutatni, és meg tudjuk állni a helyünket a világon bárhol, bárhová vetődünk. Úgyhogy a létünk értelmes lét, és én hiszek abban, hogy feladat vár még ránk. Nőnapi operettgálán ünnepeltek a hölgyek a Sárospataki Művelődés házában. A Pesti Magyar Operett Színpad művészei idézték meg az operett csodás mesevilágának dallamait, figuráit. A társulat már több éve szerepel nagy sikerrel az országban és külföldön is. Az est sztárvendége Oswald Marika Jászai Mari díjas színésznő, érdemes művész, a Halhatatlanok társulatának tagja volt. A Pesti Magyar Operett Színpad fergeteges előadással jött ismét Sárospatakra. A közönség már ismeri és szereti a társulatot, annál is inkább, hiszen alapítója és vezetője Szabó Árpád a Bodrog közben született, és a Sárospataki Református Kollégium diákja volt. Azt mondja, sokat kapott szülőhelyétől, Pataktól, az Alma Mátertől. A Református Kollégiumban a falak is nevelnek. Én nagyon rossz diák voltam, én nem szeretek mellé beszélni, úgyhogy ezt elmondom, hogy nem voltam az iskola büszkesége, de nagyon szerettem ide járni, és később nőtt be a fejem lágya. Ez se teljesen igaz, mert ma se komolyodtam meg, mára se komolyodtam meg teljesen, de igazából nagyon, tehát utólag inkább tudom értékelni, mint akkoriban, hülye kölyök fejjel, tehát ma inkább tudom értékelni az akkor itt eltöltött éveket, és azt gondolom, hogy egy ilyen nagymúltú igazi történelmi városnak az igazán történelmi iskolájába járni, az gondolom, hogy egy nagy dolog, és életre való ajándékot és küldetést tudatot, hogyha nem vagyok nagy, tehát nem beszélt nagy pátosszal, akkor ezt is elmondhatom, hogy tényleg egy életre szóló küldetést tudattal ajándékoztam meg az ott tanulót, így engem is. Tehát van egy ilyet szemléletem, remélem, hogy ennek köze van a Patakhoz, köze van az iskolához, tehát nyilván köze van elsősorban a családomnak ehhez, meg a falu, ahol fölnőttem, hát sok mindennek. A pince bevén bába, Szabó Árpád pedagógus, művelődés szervező, kulturális menedzser, felesége révén ismerkedett meg mélyebben az operett világhódító, elfeledett, majd újraélelő, s azóta is folyton megújuló műfajával. Az 50 fős társulat egyik fontos célkitűzése az operettek megszerettetése a különböző korosztályokkal, különösképp a fiatalokkal, hiszen ez egy olyan igazi, sajátosan magyar kultúrkincs, amit érdemes megismerni. Én nemrégiben utána néztem, úgyhogy rendszeresen utána szoktam nézni, az ember tájékozódik, hogyha már ebben a műfajban érdekelt, vagy ebben a műfajban dolgozik, hogy hol játszanak ma ebben a pillanatban magyar operettet, mert ugye magyar operett, hát mi is magyar operett vagyunk, ugye a magyar operett színjátszást szeretnénk népszerűsíteni. És hát nagyon meglepő, hogy Amerikától tulajdonképpen Japánig mennek magyar operettek. Philadelphiában is van operett színház, nem kevesen tudják, vagy Chicagóban. Egyikben Lehár operett megy, a másikban Kálmán operett. Hát Berlin ugye a német nyelvterület Berlin és ugye Bécs rendszeresen játszik, mondjuk ez elvárható, játszik operettet. Bád is Rüben van Lehárfest, Magyarországon nincsen Lehárfest, vagy fesztivál. Ezt csak úgy zárójelben jegyzem meg. Aztán Kijevben, Moszkvában, Szentpétervárban van operett színház, ahol szinte csak magyar operettet játszanak. A Csárdás Krányától Mr. X-en át a Marica grófnőig mindent. Bukarestben megy két helyen is ma magyar operett. És Kassán megy a magyar színházban, hogy hát az már tavalyi információ, ment a Csárdás Királynő a magyar színházban, és ment szlovákul a szlovák színházban. Ez megint érdekesség. Ez a jelen pillanat, tehát nem az 50-es éveket mondom, hanem a napjainkat mondom.
ez megy. Magyarországot tekintve a 90-es évektől kezdve volt egy kis hanyatlás, aztán újra reneszánszát ér a műfaj, most minden vidéki és fővárosi, hát nem, minden vidéki nagy színház játszik operettet, és a fővárosi profil színházak játszanak operettet. Úgyhogy ez azt gondolom, hogy dicséretes, és mi is vagyunk, mi sem vagyunk tétlenek, és 10-12 év azért mi is játszunk operettet. Országjárásba kezdtek a társulattal. Milyen szempontok alapján választották a mai nőnapi műsorra a darabokat? Három nagy gálánk van, itt már kettő volt, és most egy újat hoztunk. Tulajdonképpen a Kalocsai Színházzal együtt, mert annak is az igazgatója vagyok, komplett darabjaink is vannak, ha már az operettnél tartunk, van Csárdás Királynő, Lili Báronnő, Bála Szavolyban, és ha már ezek megvannak, akkor miért nem emelnénk át egy ilyen gálába? Nem egy az egyben nyilván, hanem néhány olyan adott dalt, ami beilleszkedik egy profilba. Tehát minden gálát egyébként szerkesztünk, koreografálunk, megrendezünk, megrendeztetünk, és díszlet van hozzá, és minden számot átöltözünk, ugye nagy showról van szó, tehát nem hakniról, tehát nem számok egymás utánjáról van szó, hanem egy szerkesztett gáláról, tehát közel 30 számot ölel föl. Ebben a műsorban az első felvonásban kis operettek, örökzöldek kerültek be, a másik felvonásban jönnek a nagy operettek, a szóló kettősök, és ebben kapott helyet az imént említett Bála Szavaiban című nagy operett, és abból több olyan betétdal, ami azt gondolom világsláger ma is, és hát revue operettről van szó, nagyon csillogós, nagyon színes és nagyon mozgalmas és intenzív lesz. Az est sztárvendége Oswald Marika Jászai Mari díjas szubrett volt, aki pontosan azt a formát hozta, amit a közönség megszokott tőle. A Marika egy világítótorony, egy operett királynő. Azt tudni kell, hogy Tokióban nem mehet az operett színház, ha Marika nem tart velük. Tehát ez ki van kötve szerződésbe, nagyon komoly, ez így van rendjén. Marika egy ikon is, számunkra is, nézők számára is, hát nekünk mindenképpen szakmailag. Úgyhogy az ő habitusa, virtusa, lendülete, intenzitása mellett nekünk nem lehet csak úgy tényleg tanulni, tötyvörögni, hanem igenis oda kell tenni, és úgyhogy van közöttünk mondjuk fél év, kicsit több korban, ennek ellenére is azt gondolom, hogy igencsak kapaszkodnunk kell. Tehát a fiatal szubötteknek úgy kell emelni a lábukat, és úgy kell repülni a levegőbe, hogy a Marikát legalább megközelítsék, mert szóval nagyon is válszol a kérdés, nagyon is diktálja a tempót, hát nyilván nem szándékosan, hanem egyszerűen azt gondolom, hogy ha föl vagy a színpad, és mi nem akarunk alul maradni, és nem akarunk bajban lenni, akkor igenis össze kell kapjuk magunkat, hogy ez mennyire sikerül, azt mondja, a néző eldönt. Oswald Marika igazi operett családból származik. Édesanyja népszerű szubrett, édesapja kitűnő bonviván volt. Kedves egyénisége, tehetsége, nőiessége most is meghódította a közönséget. Hál' Istennek nőnek születtem, és ennek nagyon örülök. Szeretek női szerepben tetszelegni, mert líraibb szerep, mint a férfié. Bár sok esetben azért azt nem mondhatnám, hogy nincs bennem egy férfi erő, mert úgy gondolom, hogy arra is szüksége van egy nőnek. Tehát külsőségekben jelenik meg tulajdonképpen a nőiesség, mert a belső lelkünkben ott van az egység. Tehát egy pici férfi is van bennünk, de természetesen ez azért van, hogy minél inkább imponálhassunk a férfiaknak. Minden ember egyedül születik, egyedül hal meg. Az, hogyha van mellettünk egy társ, akire számíthatunk, az csak egy csoda, az életnek egy adománya. De alapvetően egyedül kell megélni az életet, és nem lehet az, hogy kiszolgáltatott legyek én bárkinek is, tehát emiatt muszáj, hogy legyen bennem egy pici férfi erő is, hogy talpon tudjak maradni. Tehát, hogyha csak olyan ilyen kis nő vagyok, hogy tedd ide, tedd oda, az csupa bajt okozhat. Én úgy gondolom, legalábbis. Az operett különleges csodavilágában hogyan lehet ezt a nőiességet kifejezni? Hát ebben segítségünkre vannak a zeneszerző, a szövegíró, meg a rendező. Mert alapjában véve az operettekben meg van írva,
az alapvető dolog, hogy, hogy minek kell megfelelni. Ugye a primadonna az a díva, az a nagyasszony, az akiért rajonganak a férfiak, a szubrett, az az én szerepköröm, az pedig a vidámságot, a mókát és a táncot és a temperamentumot képviseli. Tehát az operettben többféle típus van megjelenítve, és ettől olyan varázslatos. Vidámsága nem csupán a színpadra korlátozódik, igyekszik átmenteni a hétköznapokba is. Művészetének titka, hogy minden szerepben, karakterben keresi azokat a vonásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy másképp formálja meg. Amikor én elolvasok egy darabot, és ugye ezek elég egy kaptafára készülnek ezek az operettek, megtalálom azokat a pontokat, ami egy picit kizökkenthet egy bizonyos sablonos megformálás alól. És persze a rendezőnek is nagyon nagy dolga van ebben, én nagyon imádom a rendezőket egyébként, nekem mondjam, nagyon-nagyon segítségemre vannak, én ugyanis nem látom magam kívülről, én csak elképzelem, és aztán csinálom, amit gondolok. És mindig keresek valami olyan pontot, ami egy picit meghökkentő, nem csak a közönség számára, hanem az én számomra is. Persze sok esetben ez technikai dolog, mert ugye az operett az eléggé technikai műfaj, az ének, tánc. Jó, hát hozzáadjuk ugye a lelkületet, a színészetet, de nagyon sokat tud dobni rajta a tánc meg az ének. Bennünk van a boldogság. Mi magunk vagyunk a boldogság. És ha ezt nem vesszük észre, akkor ott baj van. És ezt a dolgot lehet fejleszteni, mert amikor észreveszem, hogy valami tetszik, vagy valamitől boldog vagyok, az tudatosodik bennem, és az, hogyha tudatosodik, akkor az fokozza a dolgokat, és akkor napról napra boldogabb tud lenni az ember. Molnár Sándor, a Vajai Vai Ádám muzeális gyűjtemény vezetője mutatja be intézményét a Rákóczi Múzeum kávézójában március 20-án 16:30-től. Kedves nézőink, véget ért a Mecénás, az Emplin Televízió kulturális magazin műsora. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő héten is számítok Önökre, addig is nézzék meg az ismétlést, és az Emplin Televízió honlapján is kattintsanak rá erre a műsorra. További méltóságteljes ünneplést kívánok. Viszontlátásra!